Véget ért az Árnyék kormány kétnapos londoni tárgyalás sorozata. Ez alatt a két nap alatt találkoztunk a brit Árnyék kormány vezetőjével és számos miniszterével. Közel egy tucat találkozón vettünk részt. Egyenrangú partnerként, olyan politikusokként, akik keresik a közös ügyeket, akik kompromisszumokra törekszenek és tisztelik egymást. Azért jöttünk, hogy építsünk, hogy újra felépítsük azt, amit Orbán lerombolt. Magyarország tekintélyét és tisztességét adjuk vissza. Megmutatjuk, hogy Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral. Hogy igenis, annak a közösségnek szeretnénk a tagjai lenni, amelyek a demokrácia, az emberi jogok, a tisztességes európai élet oldalán áll. Azt tapasztaltam az elmúlt két napban, hogy nagyon nagy segítséggel és érdeklődéssel fordulnak Magyarország felé. Nekünk, magyaroknak, magyar politikusoknak, különösen tanulságos az, ami a Brexittel történt. Hiába gondolja már úgy Nagy-Britannia lakosságának jelentős része, hogy hiba volt kivonulni az Európai Unióból, visszacsinálni már nem lehet. Intőjel, hogy ha egy kormány elkezdi mindenért Brüsszelt okolni, azokért a politikai gondokért és nehézségekért is, amiért ő maga felelős, akkor nem megoldja a problémát, hanem csak indulatokat gerjeszt. Éppen ezért az Árnyék kormánynak és nekem is kiemelt feladatom, hogy vigyázzam és őrizzem Magyarország európai tagságát. Vigyázzam és újjáépítsem Magyarország tekintélyét, hogy igenis egyenrangú félként tárgyalhassunk a magyar emberek védelmében, mert csak így lesz reményünk az európai életre. Mi ezért dolgozunk.